widerstanden von den Toten, dem Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Widerstanden von den Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A középkor több szempontból is híres volt. Az egyik ilyen szempont az, hogy iszonyatosan sokan haltak meg betegségben. A betegápolók szerepét a Szentföldön a Szent János lovagrend tagjai, avagy ismertebb nevükön az ispotályos lovagok töltötték be. Az ő rendük szilárd alapelvekkel rendelkezett, és minden testvérük, illetve nővérük felesküdött ezen elvek betartására. Ahogy nap mint nap döntesz és cselekszel, attól leszel jó ember, vagy rossz. Mégis, amikor oda került a sor, ezek az orvosok kivételezni kezdtek. Rövidre fogva a dolgot, a sebesült vagy beteg német lovagokkal a kutya sem törődött. A rend megalapításának egyetlen nyomós oka volt, a kétségbeesés. Itt kezdődik a történetünk. Néhány középosztálybeli német nemes Brémából és Lübeckből megelégelt a honfitársaik szenvedését, és úgy döntöttek, hogy maguk fognak gyógyítani. A pápa rögtön jóvá hagyta a javaslatukat, és így alakult meg a németek Szent Mária kórházának rendje Jeruzsálemben, gyógyító rend. Történt ez 1089-ben. Ahogy telt múlt az idő, a keresztesek száma vészesen megfogyatkozott. A németek sorait ekkorra már rengeteg csatát látott lovag is erősítette, ezért 1198-ban ismételten kérvénnyel fordultak a pápához. Ezen kérvényt harmadik Celestin elfogadta, és attól kezdve a Szent Mária gyógyító rendet úgy tartották számon, mint Ordo Teutonicus, azaz Teuton lovagrend. A név Teuton, angolosan Teuton, megfelel a germán, azaz német kifejezésnek. A név pontos eredete ismeretlen, viszont nagyjából ez történt. Mivel akkoriban a félvilág angolul beszélt, ezért volt egy kis gond. Bum! Ugyanis adott volt két szó. A Dutch, azaz holland, és a Deutsch, azaz német. Az angolok ezzel hatalmas dilemmába kerültek, és mivel nehézkessé vált megkülönböztetni a két megnevezést, ezért lettek teutonok. Ja. 1200-ban II. Almarik jeruzsálemi király eladott nekik egy földterületet, és stabilan megvetették a lábukat Palesztína földjén. Az igazi buli viszont 1210-ben kezdődött, amikor is Hermann von Salza lett a rend feje. Hermann a 30-as évei elején lett nagymester, és habár származását tekintve nem volt nemes, mégis nagyon sokra vitte. A rend szabályainak többségét a templomos lovagrendtől vették át. Lefektették, hogy a lovagoknak kötelező hosszú szakát növeszteniük és naponta 7-szer imádkozniuk. A többi rendhez képest eltérő volt, hogy lovag csak német, származását tekintve nemes, nőtlen férfi lehetett. De volt rá példa, hogy kivételt tettek. A nős férfiak és nem nemesi származásúak maximum csak fegyverhordozók lehettek. Halbrüderek. Erre majd visszatérünk mindjárt. A rendtagok szegénységi, erényességi és engedelmességi fogadalmakat tettek. Papi ruházatot viseltek, fölötte fehér köpenyt, fekete kereszttel. Amúgy ebből ered egy másik elnevezésük is, a kereszt lovagjai.
a pápa kegyéből és engedélyével vadászhattak farkasokra, medvékre és vatkanokra, de csak is szükségből és nem szórakozásból. Mivel nem töltötték az egész életüket a kolostor falai között, ezért az alkoholtilalom és a nőtlenségi fogadalom olykor-olykor nehézkessé vált. A szabályok megszegéséért természetesen büntetés járt. A legapróbb bűnöket azzal büntették, hogy például a lovag a fegyvernökével kellett aludjon. A nagyobb bűnöket egyszerű korbácsolással, ételmegvonással, a legsúlyosabbakat pedig kitaszítással büntették. A kitaszított lovagok sorsa rosszabb volt, mint a halál. A rend korábban mester, később a nagymester vezetése alá került. A nagymester a lovagrend feje, az összes nemes úr barátja, és esetenként több száz vár, kastély és falu felügyeletéért felelt. A rend óriási kincses ládájának három kulcsa volt. Ez a három kulcs három különböző ember birtokában volt. Az egyik magánál a nagymesternél volt. A második kulcs a kincstárnokhoz került. Ő tulajdonképpen semmi elképesztőt nem csinált, igazgatta az emberek fizetését, meg ilyenek. A harmadik kulcs a nagykomtúr birtokában volt. Ő felelt minden olyan napi szinten történő ügyért, ami közvetlenül nem kapcsolódott a háborúhoz. Amolyan ezermesterféleség volt. Habár kulcsot nem kapott, de ha már itt vagyunk, megemlítem a negyedik legnagyobb tisztséget is, ő volt a marsall. Címének eredeti jelentése istálló mester, de ez ne tévesszem meg. Ő volt a lovagok és a lovak kiképzésének legfontosabb pillére, hiszen mint tudjuk, a teuton harcmodort leginkább a tömött sorokban való lovasroham jellemezte. Nyugati nehéz lovasság, mondák vala. A rangbéli emelkedéshez elengedhetetlennek bizonyult, hogy nemesi származású legyen valaki. Úgy tartották, hogy ahogyan a harci paripák öröklik a bátorságukat és erejüket, úgy öröklődik a nemesi vér is. Nagyon fontos megemlíteni, hogyha egy szegény család csődbe ment, beadták a gyermeküket szerzetes tanoncnak. Miért volt ez? Amikortól fogva a teutonok maguk közé vették a gyermeket, a család adóssága eltörlődött. A többi lovagrend közül kitűntek azzal, hogy amíg mindenki Isten szolgálatának és akaratának vetette alá magát, ők Szűz Máriát csodálták, és ő volt a védőszentjük. A német lovagrendben a lovagok rövid, fehér vágalléros ruházatot hordtak, bal oldalán fekete keresztel. Címerül háromszögű ívelt pajzsot választottak ezüstös mezővel, amit egy fekete kereszt négyel. Ugyanezeket a színeket kapták a lovak is. A rendi jelvényük a talpas kereszt, melyet vaskeresztnek vagy német lovakkeresztnek is hívnak. A zászlójuk úgy szintén fehér alapon fekete kereszt, és a nagyon díszes aranysávos változat nem a lovagrend, hanem a nagymester zászlaja volt. A teuton egységeket zászlóknak hívjuk. Az a lényeg, hogy mindegyik lovag általában 10 főnyi fegyvernököt tartott, és minden 10 fegyvernök egy zászlót követett. Ezért lettek zászlók. A fegyvernökök szürke köpenyt viseltek, önszántukból csatlakoztak, megnevezésük pedig féltestvér, avagy Halbrüder. Páncélzatukat tekintve nem voltak nagyon eltérőek a kor többi lovagjához képest. Teljes páncélt viseltek, kiegészítve a láncinggel, a leggyakrabban nagy sisakot, esetleg baszinetet hordtak. Fegyverük a kard volt, illetve kedvelték a tollas buzogányt. A lovaikat láncvérttel, illetve sanfronnal szerelték fel. Gyakori kérdés, ami mindenkiben felmerül, vajon tényleg használtak egy tülkös vagy szárnyas sisakokat? Valóban volt ilyen sisakjuk, de összesen kettő okból használták. Ebből az egyik, ha valamilyen ünnepség vagy szertartás volt. Ha például megnézzük a római centúriók sisakját, azokon a sisakforgó díszítve volt valamilyen sörénnyel. Ez jelezte a rangjukat. A teuton sisakok ugyanígy működtek. A tülkös, avagy szarvas sisakokat egyedül a magasrangú parancsnokok használták. Szintén ugyanazzal a céllal, hogy a rangjukat jelezzék. Ha már itt vagyunk, egy kis extrát is elmesélnék. Aki látta a Mennyei Királyság című filmet, biztosan emlékszik a jelenetre, amikor Baliánt teutonok támadják meg. A lovagokra azt mondanám, hogy ja,
Így képzeld el a Teuton lovagrend tagjait. Minden stimmel, a buzogány, a pajzs, az öltözék, csak kettő gond van. A címerük hegyeslábú kereszt, amit sem a teutonok, sem pedig más keresztesek nem viseltek. A másik, hogy a szóban forgó rend csak 13 évvel később fog megalakulni. Egyáltalán nem mondanám hibának, inkább érdekesség. Meg amúgy nyugi, az, hogy egy kovács magában megöl 3 teutont, az csak Hollywood. Tehát, az a bizonyos birtokvásárlás 1200-ban Akkó külterületeit jelentette. Azokat védelmezték és tartották birtokukban. Ekkor kezdődött a gazdálkodásuk is, ugyanis a rengeteg kiváltság miatt a vagyonuk rohamosan nőtt. 1210-ben a német lovagok színe java elhagyja a Szentföldet és visszatér Európába. A miértjének több oka is van. Barbarossa Frigyes, a rend akkori legnagyobb barátja, 1190-ben egy felmentő sereg élén haladt. Ez teljesen jó is volt, csak útközben talált egy apró hegyi patakot. És így belefulladt. A nemesek visszatértek Németföldre, illetve a későbbi, negyedik keresztes hadjárat el sem jutott odáig. Itt jön a képbe Szalza kiváló taktikai érzéke és a Borzaföld határvidékének védelme. Történt ugyanis, hogy türingiai Hermann, német tartománygróf, bemutatta Szalzát II. András magyar királynak. András és a gróf arról tárgyaltak éppen, hogy lehetséges lenne az esetleg, hogy a király leánya, a 4 éves Erzsébet hozzámenjen a gróf fiához, Lajoshoz. Na most András nagyon keresztes háborúzni akart, de ott voltak azok a fránya kunok, akik folyamatosan bebetörtek a magyar királyság területére. És akkor jött az ötlet, hogy miért nem kérik meg a teutonokat, hogy ők csapatokat küldjenek az említett határvidék védelmére, és közben András nyugodtan tud keresztes hadjáratozni. Puszta véletlen talán, de amikor András behívta a teuton lovagokat Magyarországra, alig pár nap telt el azóta, hogy aláírta azt a házassági szerződést, amiről az előbb beszéltem. Mit kaptak a teutonok? Földet, mentességet az adózás és egyéb kötelezettségek alól, amennyiben a rend képes lesz telepeseket behozni. Ugyanis akkoriban Erdély ezen része gyakorlatilag lakatlan volt. Illetve, ha képesek lesznek ellátni magukat pénzügyileg, akkor a jövedelmüket nem kellett megosztani a királlyal. András tulajdonképpen nekik ajándékozta Erdély barcaság nevű részét. Hermann von Salza elfogadta, mindenki boldog volt, 1211-et írunk. 1217-ben András király viszonylag nagy sereggel elhajózott a Szentföldre, Szalza és a teuton lovagok egy csapatának társaságában. Amíg a két nagyfőnök a Szentföldön szafarizott, az erdélyi teutonok besokaltak. Elegük lett a határvadász feladatból. Becsvágyóan és erőszakosan benyomultak a kunok területeire. Hamar rájöttek, hogy könnyű dolguk van. Elkezdtek várakat építeni, felpörgették az urbanizációt és a gazdaságot, tehát magyarul elvoltak. De a teuton lovagok túl gyorsan lettek túl sikeresek. A magyar nemesek azt mondták, hogy szerintem te csaltál. Vágyjuk szerint a rend túllépte határvédelmi feladatát, és azt tervezi, hogy királyság lesz a királyságon belül. A pápa teljes mellszélességgel a teutonok mellé állt, ami csak olaj volt a tűzre. Miután Kairót nem tudták bevenni, a keresztesek visszatértek. 1222-ben a nemesség kicsikart Andrástól egy aranybulla nevű dokumentumot, amivel annyi probléma volt, hogy nem sokkal később ismételten ki kellett adni egy javított változatban. Szalza úgy gondolta, hogy nem kell bajtól tartania addig, amíg András király életben van. De komoly gondokra számíthatnak, ha Béla herceg trónra lép. Szalza visszament Itáliába, és beszélt a gondjáról 3. Honoriusszal, aki ezután a rend földjeit pápai védnökség alá vonta. Borzaföld gyakorlatilag a Szent Fazék hűbér birtoka lett. Mondani sem kell, nem volt jó ötlet. Mikor a teutonok nem túl bölcsen, visszautasították, hogy további meghallgatás nélkül azonnali hatállyal elvonuljanak,
Béla herceg felhatalmazást kapott, hogy fegyveres sereg élén kitessékelje őket a magyar földről. Ezzel ért véget a kunok elleni harcuk, viszont, mint mondtam, Szalza nem volt ostoba ember. Történt ugyanis, hogy még 1220-ban Mazóviai Konrád lengyel fejedelem egyességet kötött velük. Ez arról szólt, hogy ha lovagokat küldenek Lengyelországba a pogány poroszok elleni harchoz, és elfoglalják azok területeit, akkor nagyon frankó lesz. Innentől kezdve a rend párhuzamosan tevékenykedett a Szentföldön és a Balti-tenger környékén is. Magyarországról történő 1225-ös távozásukat követően második Frigyes egy éven belül kiadta a Rimini aranybullát, melyben emlékeztette Mazóviai Konrádot és egyben biztosította is őt, hogy a teuton lovagok megtartják ígéretüket, ha cserébe megkapják a jussukat. Na, és ekkortól kezdődően beszélünk a Baltikumban lovagrendi államról. Letelepedtek, államot alapítottak, és elkezdték a pogány poroszok térítését. Valóban nagyon-nagyon sok poroszt lemészároltak, viszont a nép tényleges kiirtása továbbra is erős túlzás. Miután független államként újjászülettek, elkezdtek dolgozni, és 1237-ben magukba olvasztották a livóniai kard testvérek rendjét. Időközben történt egy kis apróság, ugye megjöttek a mongolok, akik 1240-re Novgorodon kívül az orosz fejedelemség összes államát meghódították. Na most azt tudni kell, hogy Novgorod volt az ortodox vallás bástyája. Tehát mi történt? Keresztes hadjáratot indítottak ellenük. 1240-ben a rusz hadak szétverik a svédeket, ami felbátorítja őket, hogy ellenálljanak a lovagrend terjeszkedésének. 1242. április 5-én a Csúttó jégpáncélján eldőlt a háború kimenetele. A teutonok szokásukhoz híven tömött sorokban lovasrohamba kezdtek. A novgorodiak azonban nem voltak hülyék és egy magaslaton várakoztak, tehát a teutonok rohama eredménytelen lett. Hamarosan be is lettek kerítve. A tó jégpáncélja nem bírta sokáig a nehéz lemezvértek és a lovak súlyát, tehát mi történt? Ja, beszakadt. Több mint 500 lovag elesett, míg 50-en fogságba estek. A társadalmi igazságtalanságok okán felkelés robbant ki otthon 1242-ben, de ezt még könnyedén leverték. 1243-ban a Renszentó melletti csatában vereséget szenvedtek. De olyat, hogy csak 10 harcos menekült meg. A Szentföldön az 1244-es gázai csatában 397 teuton vesztette életét. 3 teuton lovag maradt az egész térségben. 1260-ban kirobbant a második porosz felkelés, aminek az lett a vége, hogy a porosz népesség maradékát jobbágyi sorba taszították. 1291-ben Saladin Khalil szultán elfoglalja Akkót, aminek következtében véget ér a szentföldi móka. Eztán lett a rend új központja, a világ legnagyobb téglából épített erődje, a Malborki vár. Akkó eleste után az egész rend hirtelen megvilágosodott. Rájöttek, hogy az úr valójában nem jeruzsálemi küldetést adott nekik, hanem sokkal inkább a poroszok ellen való háború a megváltás kulcsa. Na. A lengyel király naívan segítséget kért a teutonoktól, hogy ugyan már segítsenek biztosítani Kelet-Pomerániát. A teutonok jöttek, csak az volt a baj, hogy ott is maradtak. A lengyeleket megunták, tehát új ellenség kellett. Észtország ideális választásnak tűnt. Kicsi, gyenge és nincsenek barátai. Meg is szerezték. Észtország meghódításával párhuzamosan 1303 és 85 között Litvániának is neki mentek. A teuton lovagrend a 15. század elején elérte a csúcspontját. Minden lovagja itáliai karddal, flandriai páncéllal és jó kiképzéssel rendelkezett. A rend területe elérte a 250 000 négyzetkilométert.
Tagjait tekintve közel 3000 lovaggal és 200 pappal rendelkezett, a Halbrüdereket nem is számítva. 1386-ban létrejön a Lengyel-Litván Szövetség, amivel 1,1 millió négyzetkilométer kerül egy uralkodó alá. A teutonok abban a pillanatban véleményt alkottak erről, és az első Tannenbergi csatában vereséget szenvedtek. A szövetséges sereget alkották a lengyelek, litvánok, tatárok, csehek, oroszok és még magyarok is. A teutonok szétverték a litvánokat, a lengyeleket pedig majdnem teljesen bekerítették, de, mint minden csatában, itt is csak egy apró hiba kellett és vége. A teutonok elvesztették a seregük jelentős részét és az akkori nagymesterüket is. A vereség azt eredményezte, hogy egyre inkább csökkent a lovagrend mozgástere. Időközben a litvánok is kikeresztelkedtek, így a puszta cél, a keresztes háborúk és a térítés kérdőjeleződött meg. A teutonok földbirtokaik nagy részét elvesztették, és a haderejük pótlására, zsoldosok felfogadására kényszerültek, amihez pedig sok pénz kell. 1454-ben kitört a 13 éves háború, amely a porosz-lengyel szövetség és a teutonok között zajlott. Ez a háború 1466-ban a lovagrend bukásával ért véget. 1510-ben Albrecht von Hohenzollern lett az új nagymester, aki 1525. április 10-én Krakkó piac terén hűségesküdtett első Zsigmond lengyel királynak. Ezzel együtt a teuton lovagrend baltikumi állama feloszlott. Még akkor is volt jövője a teuton lovagrendnek, amikor a keresztes háborúk kora már teljesen a végéhez ért. A német rend még közel 300 évig folytatta vallási és katonai szerepét a német-római birodalomban. Császári seregekben szolgáltak, török szultánok, francia királyok és protestáns fejedelmek ellen. Végül az ő idejük is lejárt, és Napóleon megszüntette a német rendet a letűnt idők sok más relikviájával együtt. A rend kétszer élett újjá Napóleon bukását követően. Először a Habsburgok saját rendjeként, azután pedig vallási rendként 1929 után. Volt egy küldetésük, amely egészen a rend alapításáig nyúlik vissza. Törődni a betegekkel, öregekkel és zavartakkal. Kis templomok és kórházak a mai napig működnek védnökségük alatt. 2000-től a német lovagrend 65. nagymestere Bruno Platter. Szóval ez lett volna a teuton lovagrend története, fontos kiemelnem, hogy a balti háborúkat csak nagyon-nagyon tömören meséltem el. Ennek roppant egyszerű oka van, nagyjából 400 órát lehetne beszélni ezekről a háborúkról, és nekem azt egy erős 20 percbe kell beletenni, tehát érted. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!